Záporok, zivatarok, felhőszakadás, füllet meleg jellemzi időjárásunkat napok óta, és a hét hátralevő részében sem lesz ebben nagyon változás. A mezőgazdaságnak azonban csendes, áztató esőre lenne szüksége a szakemberek szerint. A Románia felől érkező jégeső azonban nem okozott jelentős kárt Magyarországon, a kamara adatai szerint. Tolna megyét is elérte, itt is 20-30 mm-t meghaladó csapadékok is jelentkeztek villámárvízzel, jégesővel, viszont szerencsés helyzet, hogy ezen a napon, 7-én teljes nap vonatkozásában működtek a jégkár, vagy a jégeső generátorok, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működtet. Ennek köszönhetően nem dió, hanem borsószem méretű jég hullott Tolna megyében. A csapadékra pedig nagy szükség volt, mondja vendég Edit. Ennek hatására minimálisan kezdtek feltöltődni a talajok. A korábbi aszály miatt ugyanis a mélyebb talajrétegekbe még mindig nem tudott leszivárogni ez a csapadék, és mivel sokszor nagy céllel érkezett az eső, nem nagyon tudták azt hasznosítani a növények. Vendég Edit úgy látja, 30-50 mm csapadék hiányzik. A növények növekedésén ez jól látszik. Rosszul fejlődött a repce, megérezte az aszályt. Ebből kevesebb termésre számítanak, ahogy búzából is. Napraforgó az most nagyon nagy fejlődésnek indult, ugyanúgy a kukorica. Napraforgó az ilyen 6-8 leveles állapotban van, kukorica 5-7 leveles állapotban, de ezek az esők hatására egészen biztos, hogy nagyon megugranak, és szépen foglak fejlődni. Az állományoknak a jövőjét azt majd a csapadékviszonyok, és hát tulajdonképpen a talajnak a víz megtartó képessége, és hát így az agrotechnológia, az előzetesen alkalmazott agrotechnológia határoz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előrejelzése szerint mintegy 30%-kal kevesebb termésre számítanak az idén a szélsőséges időjárás miatt.